A könyvhét az mindig egy nagy esemény volt, mert akkor jelentek meg a különböző antológiák, és jelentek meg ugye a Magvető könyvkiadásában, Magvető könyvkiadó kiadásában olyan könyvek, amik akkoriban, itt most a 90-es évek előtti időszakról beszélek, amik akkoriban nagyon-nagyon fölajzottak bennünket. A kultúrát felügyelő alpolgármester, aki nem mellesleg olvasni is szeret, Somogyi Tivadar is nagy reményekkel tekint a 83. ünnepi könyvhét elé, amely most először Győr könyves szívévé változtatja majd a Széchenyi teret és környékét. Én azért nagyon örülök, hogy most egyre inkább propagáljuk, hogy olvas mesét a gyereknek, mesélj a gyerekednek, olvasson a gyereket, ugyanis egyet felejtünk el, azt, hogy egy televízió az készen ad valamit, készen adja a tenkes kapitányát, bármit, míg egy könyv nem ad készen, hanem a gyerek fantáziáját mozgatja meg. Az új helyszín mellé sok újdonság is dukál. A betűbarátok többek között Szakonyi Károllyal, Rakowski Zsuzsával, Seffer Erzsébettel és dr. Barsi Ernővel is találkozhatnak, mindeközben pedig 25 kiállítóhely és igazi kulturális kavalkád várja majd a könyvmustrára érkezőket. A korábbiaknál sokkal színesebb, gazdagabb programokkal várjuk a fiatalokat, időseket, gyermekeket egyaránt. Tehát egy nagyon izgalmas repertoár lesz a mobil színpadon, és törekedtünk arra is, hogy a Széchenyi tér köré szervezzünk mindent, tehát az írólvasó találkozók is a Xanthus Múzeumban, a Városi Művészeti Múzeumban és a Megyei Könyvtár épületében lesznek, tehát mind nagyon közel, illetve részben a Széchenyi téren. Az önkormányzat 2 millió forintos támogatásából megvalósuló könyvhét szervezői a gyerekekre külön is odafigyelnek, hiszen belőlük válhatnak majd a jövő olvasói. Apropó olvasó, a szakemberek szerint a gazdasági válság miatt az elmúlt években erősen visszaesett a könyvek iránti kereslet, inkább böngésző és nézegető betűbarátokból van sok. Éppen őket szólítanák meg a jövő hét csütörtökön, pénteken és szombaton zajló mustrával, hiszen mint a szervezők mondják, belőlük válhatnak rövid időn belül azok a könyvbarátok, akik előbb vesznek egy nyomtatást, kiadvány, mint mondjuk egy digitális könyvet.